nagyon kellemes időtöltés nektek, örülök, hogy itt vagytok velünk. Concerto is a szép bal kezével fogja nektek mutatni ezt az autót. Egy Mazda 6-os nézünk 2007-ből, 120 lovas dízelmotor hajtja, kellemes fogyasztással, csendes és jó dinamikus járású autóról van szó. Nagyon szépen dolgozik, meg fogjuk hallgatni majd a motortérből is, vagyis a motorháztető alattól is 256 ezeret futott. Elhasznak az ellenőrző lámpák, kötfényszórót bekapcsoltam, minden lámpát megnéztünk, minden működik rajta. Nézzük, hogy miket találunk még benne. Tehát van egy tempomatunk, egy kormányról vezérelhető zenénk, a kormányunk, egy menet stabilizátorunk, ami kibekapcsolható, a légzsák kikapcsolható, és ha már légzsák, akkor 8 légzsák van az autóban. Elől, oldalt, hátul is légzsákok vannak, tükrök, ablakok, elektromosak. A zene, ami benne szól, az egy nagyon jó kis gyári zene, kellemesen tisztán szól, 6 sebességes bőrbevonatú váltónk van, szép bőrszoknyával, bőrbevonatú a kézifékkarunk is, és nagyon jó a digitális automata klímánk, illetve fogyasztás, látjátok, elég sokat ketyeget már, előbb még 6-ot mutatott, most 6-3-at, tehát én 5-6 liter közé tenném a fogyasztását. Nagyon szép a belső, annak ellenére ugye, hogy látjátok a kilométeret 256, de ne jegyetek meg, ez egy nagyon-nagyon végtelenül rendben tartott autó, számlákkal igazolt kilométer futású, Feri és Peti igazolják, amit itt láttok, ez mindenhez az autóhoz tartozik, lehet böngészgetni, ha majd eljöttök. Állítható magassággal a kormány és az ülés, nincs kikopva, nincs kicigizve, kellemes illat van benne, könyöktámaszos, és akkor a hátsó részen sízsák, illetve könyöktámasz, és hátul is légzsák, és ugye elektromos ablak, lábtérnél kellemes, tágas hely, és egy nagyon szép kékmetál színű autót láttok, gyári lemezfelnivel, jó gumikkal, elől szinte új féktárcsákkal és fékbetétekkel. A műszaki vizsga friss rajta, most vizsgázott a kocsi, tehát 2 évet kapott, úgyhogy azzal sem lesz gondotok. A csomagtartója méretére sem lesz gondotok, hiszen egy hatalmas csomagterű autó, dönthető ülésekkel, kalaptartóval van még dúsítva a jármű hátulja. És nézzük meg a jobb oldalát is, látjátok, ez a széloldala is tökéletes, nincs lepatkázva az alufelni rajta, nem kavicsos az üveg, kötfényszóró, ami ugye működik, mint mondottam, hallgassuk meg a motorját. Egy van a raksi, ami tette a dolgát, és a csendes 16 szelepes dízelmotor, ami 120 lovat teljesít. Nagyon szép, tényleg rendkívül korrekt állapotú autó, 2007-ből vár benneteket az M3 autóparkban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a viszontlátásra!